Bizony vannak olyan női, meg olyan férfi munkák, vagy olyan munkák, amikre azt mondják, hogy női munkák és férfi munkák. Aztán persze vannak nők, akik nem annyira kötögetnek, horgolnak és főznek, meg varnak, mint amennyire mondjuk azt a társuk szereti csinálni, viszont ők maguk hasogatják a fát, vagy szerelik össze a bútorokat. Kardos Ildikó keresett erre példákat. Pózolnak egy naptárban, mondhatnánk, hogy tipikus, de ezeknek a képeknek az ötlete kicsit sem hétköznapi. Egy fa és építőanyag kereskedésben járunk Tokhodon. Itt dolgozik Eszter, Renáta és Olga, utóbbi a főnök. Olga néhány éve arra gondolt, hogy bevet egy újítást, és a szokásos reklámplakátjukat feldobja egy kicsit. Az építőanyagok mellé húsvér nőket álmodott meg, modelleknek pedig a saját kolléganőit kérte fel, és ő maga is beállt pózolni. Mondta, hogy akkor mi lenne az óriás plakát, mondom, építőanyagok, vagy fa, vagy ilyesmi, és mondta, hogy nem, hát mi fogunk ott mosolyogni, nem tudja, hát ez a képtelenség. Tehát mondom, azért, na azért annyira nem, tehát mi nem vagyunk annyira modellek. Kaptunk hideget, meleget, tehát azért volt, aki azt mondta, hogy hát így nem lehet faanyagot eladni, de hát mégis, tehát úgy látom, hogy azért az eredményt hozza. Szeretik a fiúk a képeinket. A 2009-es debütálásuk után hagyományt teremtettek, azóta minden évben készítenek naptárt. A hölgyek azonban nem pusztán a naptár kedvéért vettek a kezükbe kalapácsot vagy éppen láncfűrészt. Olgának és Eszternek mondhatni, ezek a szerszámok a mindennapi munkaeszközeik. A nagyapám ács volt, az apukám is ács, így ez egy ilyen ács dinasztria, és mivel én nem tudtam a tetőre felmenni, ezért maradt a terepen a munka, úgyhogy így kialakult ez a faanyagnak a szeretete. De szerintem gyerekkorban én már a homokvárat forgásból építettem. Olga húgát, Esztert is gyerekkorában fertőzte meg az építőipar szeretete. Soha nem vágyott nőies munkára. Ő így, tornacipőben, egy targonca nyergében nagyon jól érzi magát. Más munkát el sem tud képzelni. Mindig meglepődnek a vásárlók, hogy próbálok nekik segíteni. Néha elfogadják, tehát a legtöbb ilyen régebbi ismerős az megkérdez, és azt mondja, hogy igen, mert te tanultad ezt, és lehet, hogy te jobban tudsz rá válaszolni, mint ha mást kérdeznék. A többiek azok pedig kételkednek benne. Tehát azt mondják, hogy hát ez egy nő, tehát ő nem tudhatja azt, hogy miért lehet jobb egy ilyen építőanyag helyett egy másik építőanyag. Olgáikat otthon is meglátogattuk, mert kíváncsiak voltunk, hogy a fakanállal ugyanolyan jól bánik-e, mint a láncfűrésszel. Itt a mini. Itt a barát. Ők barátok? Vagy szerelmesek? Nem ismered őket. Amíg a kertben a család játszik, Olga a konyhában vacsorát készít. Mi lesz a vacsora? Tészta. Bevallja, hogy ez ugyan nem mindennapi jelenet, azért jól elboldogul a tűzhely mögött. Olga, mikor vagy magabiztosabb, amikor láncfűrész van a kezedben, vagy amikor fakanál? Hát a láncfűrészsel azért jobban boldogulok, mint a fakanállal. Tehát ritkábban főzök, mint fűrészelek. Sajnos. Habár férfias munkát választott hivatásául, imádja a magas sarkut és a csinos ruhákat. De őszintén megmondja, napi 8 órát kételen lenne tűsarkakon tölteni.